Sziasztok, Kressz vagyok, ez itt a harmadik része pontosan, ha jól tudom, It's of Pandariás sorozatomnak, és még mindig itt vagyunk a Mon kezdőn, a Monkunkkal, úgyhogy, vagy Mon kezdőn, Panda kezdőn, és azon vagyunk, hogy most akkor kivigyük innen ezt a karaktert. Amit mondtam az előző két rész valamelyik részében, hogy még egy-két óra, hát egy másfél óra szerintem még kell, tehát még vagy két-három rész belecsúszik, de utána aztán meg lesz szerintem. De mindegy, írtátok egyébként, ezért szeretem, hogy kommentbe jelezitek azt, ami zavar, vagy ilyesmi. Írtátok, hogy eltakarja az action bar-t itt, például ezt az egyest, és meg minden. És ezért néztem, hogy mit csináljak. Írta azt is valaki, hogy rakjam bal felső sarokba, de végül aztán úgy döntöttem, hogy nem rakom oda, mert ott olyan furcsa. Tehát nem tudom, hogy miért mondom ezt, hogy furcsa, de egyszerűen olyan nagyon szokatlan. Tehát, hogyha akarjátok látni a fejemet, fel kell oda nézetek, és nem tudom. Tehát, mivel itt van a frame-em is, ugye, tehát ez a sima frame, meg minden, meg action bar, azért sokkal könnyebb szerintem csak elnézni, hogyha akartok engem látni, úgyhogy szerintem ez az egész, ez marad itt, viszont annyit csináltam, hogy kicsit kisebben raktam, mert valószínűleg elég nagy volt. Tehát, ahogy néztem a videót, ja, kicsit túl nagy is volt, de hát tényleg az az első videóm, és az első kettő pontosabban, de kettőt egyszerre vettem fel, szóval az első és a második rész az egyszerre készült, ezért nem tudtam semmit változtatni a kameranézetem, meg igazából semmin. Tehát tiszta Sony Vegas utána már csak amit tudnék változtatni, de egybe vettem fel, úgyhogy ja, ez ilyen. Tőlünk ilyen, ú, ezt a zenét annyira szeretem, és ezt mindig elmondom. Ja, itt be kell állítsak a keybindingsnál egy fontos dolgot, mégpedig azt, hogy Targ, nem túl, hogy van? Open all bags, itt van. Ez Shift B. Ho. Jó. Csomó mindenek nincs felvéve. Oké. Na igen, szóval itt nagyon behúzok több mobot is szerintem egyszerre, mert nincs kedvem áldogálni. És egyébként hallottam, hogy páran kacagtatok nagyon, amikor kiírtam a videóba azt, hogy nem sikerült a... Csíha, itt közben valami izért történt a telefonommal. Szerintem azért, mert kicsi volt már az akkumulátornak a töltöttségi szintje, és ezért kikapcsolt, de most oraktam tölteni. Én ott egy gyerek. Bananko. Végre látunk embereket is ezen a szerveren. De egyébként annyira nem meglepő, mert többen játszanak rajta átlagosan, mint Taurin. Tehát az átlagos player szám az nagyjából olyan, nem tudom, 3-4 ezer, tehát, és a Taurin is játszanak, vagy 2-3 ezer, de azt hiszem annyian, amennyien itt, az biztos nem. És nem beszélve arról, hogy az összes szerver, tehát azt hiszem van vagy 8 vagy 9 szerver összesen, és hogyha az egészet nézzük, akkor vagy 10 ezer ember játszik így átlagosan, szóval, ja, egy nagyon nagy szerver, és nem csodálom, hogy igyekeznek azon, hogy minél jobban kifejleszik, vagy hogy mondják ezt, jaj. Nem tudom, remélem most semmi izéje nem lesz baja ennek a kamerás menetnek, mert de egyébként fel kell venni kasztitemeket, hogyha jól emlékszem, csak nem tudom mit. Mert arra nem emlékszem pontosan. Ha jól emlékszem, akkor tök, de nem. Van itt valahol egy barlang, vagy valami, és akkor ott emlékszem, hogy be kellett menni. Ott is van, már látom. Csak úgy látszik, az a gyerek, aki itt volt, előttem felszedett pár izét. Ja, és igen, erre is emlékeztem, hogy ez a hát, tehát ez a, hogy hívják, Fist of Fury, ez olyan, hogy AOS, szóval a mellette, értem. Konkrétan leesett a kamera, faszom. Nem tudom, hogy ezt így miért videó közben kell csinálni, de mindegy, jól van. Most jobb is, fenne van a fejem. Csak az ilyentől agyfasz kapok általában, de most túljelem. Ez nagyon jó. Keröt. Jó, de nekem nem keröt kell, hanem mi ez? Tök kell, meg a másik az nem hagyma, hanem zeller talán, vagy nem tudom, hogy hívják azt. De valami, ja, itt vannak, igen. Fist of Fury, tük. Csak el ezt kellett mondjam, meg egy hármast, mert akkor nagyobb lenne az armoros menetje. Hup, hup. Nagyon érzek magunkkal felülni, mármint így most igazából ez még csak low level, de már nagyon élvezem, tehát
Ezekben miért nincs semmi? Valaki kirút volt, és nem tűnt el, vagy mi? Nem tudom. Jó, oké. Ó, itt is egy csávó. Polószóvina. És ez egy másik, szóval ezt magyaráztam, hogy azért játszódnak elegen. De várjatok, ez tök volt, amit felszedtünk? Nem ez volt a izé? Ez... Ja, ilyen a tök. És fordítva van? Vagy mi van? Bananko Inváció in the Group, oké. Okay. Nem látom komolyan, tehát... Jaj, nem, az ilyen... Ott vannak, igen, meg vannak. Ez tök volt. Haj. Ó, Istenem, izé. Így a billentyűzet. Hey, haj. Ott vannak. Badus. Jó sokan játszanak azért, tehát... Behind the underground, de szerintem nem helyes. Föld alatt, tehát egy... Ez egy föld alatt, izé, inkább lair, úgy kell tudom, lair. Ezt úgy mondják. De most egy nappal van, elég sokan játszanak, tehát... Tegnap este játszottam valószínűleg, azért nem láttunk... Izé, embereket. De... Mondjuk ez is relatív, hogy tegnap, mert nektek biztos nem tegnap lesz. Nem tudom, mire ezt én feltöltem, az még vagy 2-3 nap, mert még a izé sincs fent. Tehát most ebben a pillanatban, amikor játszom, közben egy kicsit székről kényelmesebben üljek. Most ebben a pillanatban, amikor játszom, akkor csak az első rész van fent, szóval a másodikat azt még renderelni fogom ma este, és ma kedv van. Ami azt jelenti, hogy fasza. Segítettem neki. És kész van, mehetünk leadni. Fúgy! Ah, csak legyünk 15-esek, már nagyon szeretném azt a talentpontot. Egyébként, ja, ilyen 20-25 percesek lesznek a részek, és szerintem ez így jó. Remélem, ki vagytok vele végülve. Egyébként azért vagyok így kicsit ilyen balos, vagy várjátok neked, ez pont a jobb. Nem, balos. Igen, szóval kicsit bal oldalán, mert ugye kisebb a kamera, és rá kell azt az overlay-t vigyem, szóval. És nem akarom azt, hogy eltakarja az action bar-t, mint a múltkor, mert az úgy elég furcsa volt. Oké. Okay. Somebody likes me, Exalted Repu. Tehát elég nagy az izé a szorzó ahhoz képest, tehát... Én úgy tudtam, hogy 2-ös vagy 3-os. Viszont a repu szorzó az... Jó, no, ex... Hát jó, mondjuk ezt az izé reput, azt nem tudom, hogy működik. Na most ez milyen malett? Vagy hova kell... Ja, ez nem, ez kell. Breaking izé. Nem. Na, nem mutatja akkor ezt izé, és nem tudom, hogy hova kell... Ja, azt hiszem, oda kell menjek. Kihan Buary. Ez az lesz. Nem látom, olyan kicsibe van, hogy Kihan Buary, ja. Mivel van mivel a felbontása, hogy videózzak, ezért olyan kicsibe van, hogy... Veszarás. Jaj, ezek a zenék basszus. Annyira tetszik, hogy ez... Elmondhatatlan, az kell szerint... Ja, ott van a földön, de ez megölik. És ilyenkor még szanulva is van. Szóval ez a monk ezért nagyon... Jaj, tisztem, el kell ugorni. Meg ez az elugrás is sokkal jobban tetszik, mint a charge ability a Warriornál. Mert nem az van, hogy... Nem tudom, CC-zni? Takkal CC-ztem. Szóval nem olyan, mint a Warriornál, hogy utána charge-olsz, hanem utána is tudsz gurulni, nem is kell target. Mint death spell is tudod használni, mint az intervén, csak hogy itt nincs kettő. Tehát egy elég okos dolog, kész kitalálta, az ügyes volt, én le a kalappal tényleg. Nagy dolgot talált ki, ez biztos. Amúgy itt izé van ez a beállítás, ez a SSO. Ezt, hogyha leveszem, valamit változtat. Hát igen,
kis FPS-t adott. Akkor leveszem, mert igazából nem látom nagy különbséget. 30-ból lett 40 FPS-en. Meg akarom nézni, hogy mi a különbsége, hogy lássuk, csak tegyük így a kamerát. Bekapcsoljuk. Jaj, ez ilyen árnyékszerűség. Hát tudja a fene mire jó. Mármint szerintem nem ettől lesz izgalmas a játék. Ennyi kicsit sötétebb így minden. Hogy a high-ra rakom. Ja jó, hát így érthető, de... Hát nem kell ez. Szerintem. Minek? Jajaj. Egyébként az ilyen fejlődős dolgokban az a rossz, hogy konkrétan nem nagyon tudok a kamerába se nézni, mert játszom, tehát. De igazából, ja, itt meg kell kongatni ezt. Megkongattuk. Így gondolkozom ezen a SSO-n, de 10 FPS-t vesz le, úgyhogy nem éri meg sehogy se, tehát így is ilyen évezhető játék, hogy minek ez. Vagyik nem értem, hogy az ilyen beállítások miért vesznek ekkora FPS-t, tehát most legjobb példának okáért így ez, hogy kicsit sötétebb minden, és akkor a izét levesz, hogy a... Tehát most nézzétek meg ezt így, van egy ilyen. Most így néz ki, átállítom, aj, mi változott? Semmi. Tehát nagyjából tényleg semmi nem változott, és 10 FPS lesz le. Szóval, ja, erről beszélek. Az ilyen kis apróságokon múlik sokszor rengeteg minden, hogy azt hiszitek, hogy ez most egy, mit tudom én, kevés FPS, meg mit tudom én mi. Aztán a leglogikátlanabb beállításoknál derül ki, hogy igazából az veszi az FPS-t. Tehát... Nem tudom mi ez. Sú! Na, felélesztettük. Áó. És nem kell beadja ezért a... questet, de igen, beadta, jó. Akkor menjünk tovább. És vissza kell menjünk? Egyébként arra kíváncsi lettem, hogy egyszer működik-e. Itt erre fele kell menni, nem? Ha ez működik, akkor így le a kalappal. Nem tudom, mit csináltam így, hanem én így, de nem baj. Hát, mondjuk nem úgy néz ki. Nem. De ez nem működik például, de... Nem, irányítani se lehet semmi. Mondjuk ez kicsit nehéz is megcsinálni biztos, de... Vagy nem mindegy, ha melyik beűz bele, de igen. Mindegy, egyik se viszel, szóval. Lényegtelen, ahogy nézem. Na jó, ne is próbálkozunk itt a hülyeséggel, inkább menjünk oda, mert gyalog hamarabb odaérünk. De tényleg, tehát... Ja. Elment a zene. System, azaz. Egyébként valaki múltkor kérdezte azt is, hogy miért játszok ilyen kicsi grafikán. Majd, hogy látjátok, a víz effekt sincsen felhúzva, csak ez az alap van. Most azért, mert alapvetően az a vicces, megmutatom nektek most, ez egy ilyen tipp azoknak, akiknek kicsit gyengébb a gépe, hogy a Shadow Quality viszi a legtöbb FPS-t, és utána a Liquid. Tehát a Shadow volt, hogyha leveszitek a legkisebbre, akkor sokkal több FPS-etek lesz, és ugyanígy a Liquiddel is. Mert a vízeffekt szép meg minden, de ez igazából nekem ez a régi még lehet jobban is tetszik, tehát oké, nem annyira életű, de kicsit valahogy mégis játékosabb, tehát úgymond érted azt, hogy játszol, és nem... Én nem azt mondom, nem szeretem azokat a játékokat, amit már tényleg nem tudja való életben lenni, de annak nincs meg ugyanaz a feelingje, mint hogyha játszanál. Tehát ez tényleg olyan, mintha ilyen anime-szerűségbe játszódnál, tehát... Ilyen tök kellemes hangulatú világ, meg minden, és igen, ezért van az, hogy nekem ez így tetszik. Aztán egyébként itt még az SSO, amit most mutattam, az is sokat vesz. A többi ez nem fontos, mert látjátok, hogy nekem itt a Weave Distance le van
Jaj, hogy fordítva húztam fel, ezt kellett volna felhúznom, és ezt le. Okos voltam, nem baj. Szóval felhúztam most a view distance-et maxra, és semmit nem változott az FPS-em, csak addig, ameddig betöltötte. Viszont a ground clutter és az alatta levő szar az meg igen. Ó, működik ez a forgószél. Ezt rengeteg privát szerón néztem, és kb. Egyikén se oldották meg. Nem tudom, hogy lusták voltak, vagy csak egyszerűen képtelenek rá, de azt tudom, hogy nem működött. Kezdünk elég keményen kinézni. Itt közben ezt felhúzzuk ide egy melee. És a defense-et azt még fenn. Van nem, spellt fogjuk felhúzni, mert akarok majd heal-el is játszani. Tehát 30-astól van dual talent, ha jól emlékszem. És akkor onnantól majd eresszük. Kemény két goldunk van, tehát az azért már karrier. Most azt nem tudom, hogy merre kell menjek. Ja, arra fele ott, jó. Nem kell beszélni azzal a csávóval. Úgy emlékszem. Nem, ez kéne jöjjön magától. De lényegtelen, az ilyen dolgok azok úgymond hiányoznak, de igazából annyira nem fontos, tehát ha tényleg úgy van, hogy írják az oldalon, hogy be van scriptelve az is a hogy mondjam, Temple of Kotmogu meg az ilyenek, akkor az azért elég jó. Az a baj, hogy egyikbe arrafele nézek és nem oda le. Mert nézem a hülye fejemet, szokatlan még, na. Kicsit. Ó, ezek a zenék, baszki. Komolyan mondom, egy élvezet játszani ezzel a játékkal. Tehát, és ezt is nézzétek meg, ezek a bődület nagy hegyek, amik most itt annyira nem tűnnek nagynak, mert igazából egy teknősön vagyunk. De Pandariában azok a kibaszott nagy hegyek, meg itt alapvetően az az egész nagyon-nagyon tetszik. És azért mondtam, hogy ez a sorozat tényleg hosszabb élettartamú lesz, mint a csatornám a legtöbb sorozat. De egyébként félre ne értsétek, nem azért van úgymond vége, vagy csak azért szünetel egy csomó sorozat, amit elindítottam, mert nincs kedvem hozzá. Van olyan, hogy nincs kedvem nyilván, de van az, hogy látom, hogy nem érdekel titeket, és akkor meg minek csináljam értitek. Szóval akkor inkább csinálok másról videót a szabad időmbe. Mert a BG-s sorozat is egy ideig jó volt, aztán utána rájöttek, hogy unalmas, mert ugyanaz van igazából mindegyikben, szóval nem sok a különbség, és ja. Ezért most majd ezt is írtátok, hogy készítsek ilyen, úgymond ne vlogokat, ahol így beszélek, hanem vlog BG-ket, amit elkezdtem, csak kamerával, és ezt egyébként szerintem fogom is csinálni, tehát várhatók ilyen vlogos videók, persze nem ilyen gyakran, mert hát nem mindig van amiről beszélni, de úgy ritkábban lesznek, és közben persze bégézem, hogy ne legyen unalmas. Meg amúgy az egy elég komplex dolog, szóval nem is könnyű, nekem elhihetitek, én már csak tudom. De egyébként az ilyen videók is ilyen kisebb vlogosok, csak annyi, hogy nem sok témáról beszélek sűrűn, hanem így mindenféle hülyességről esik szó, tehát figyelitek, igazából majdnem egy végben, hogy beszélek és mondok valamiről, szóval ja, ez is egy vlognak mondható, csak közben húzok egy karaktert, úgyhogy körülbelül így, ja. Ezek már XP-t se adnak, basszus. Egy végben akarom nyomni az egyes, nem tudom miért, de olyan jól esik. Egyébként kaptam új spellt, az mi ez? Projoke movement speed, akkor azt ide rakjuk, jó. Ez az, amit a hamstring. És ugye én általában minden kasznál a spelleket olyan logikai sorrendben rakom, ahogy a varimnál van, tehát a lassítást gyönyörűen rakom így a dotokat is, és így tovább. Egyébként nem tudom, hogy miért, csak jobban esik, tehát könnyebb meg beletanulni egy új kaszba, hogyha hasonlít az action bárja a mainetekhez. Ergo ugyanott vannak a dolgok, ahol a méneteken. Da. Na még négyet kell megöljünk. Azt nem tudom, hogy itt le kellett égetni valamint, ha jól emlékszem. Discarded wood plank. Jaja, ott vannak. Hú, mit kiteltem. Miért? Misztekkelődik rajtam, vagy ez mi volt? Ez mi volt, ami proccolt ott? Kaptunk egy új talentet, Tiger Strikes, azt mondja. You have 8% chance to trigger
Mi? Auto attack increasing. Ja, hogy az auto attackomnak... Ó, az a jó. Az ilyeneknek általában mindig utána olvasok, szóval nem megnézem a neten, hanem elolvasom, hogy mit ír, és onnan tudok következtetni. Legtöbbször persze. Fist of Fury Madness. Ezt nagyon szeretem. Azt hiszem az egyik kedvenc spellem lesz, vagy ability-em ebben a játékban. 4-es tekken volt, Jézus. Ja, és minden autóatakra izél... proccol. Amit nem úgy, hogy minden autóatakra proccol, hanem minden autóatak elvisz egy stacket, és azt hiszem 5 stack a maximum. Ha jól olvastam. Peel banana first. Mi? Nincs kész. De, nem tudom. Kázzal is megvagyunk. Fú, de jól néz ki ez a blackout kick. Ez a karate mesteres dolog. Baulus. Jaj. Erhu. Ezt mondtam, nem az első részben, hogy ezt a... gitár... nem, mi? Hegedűszerű hangszert, ezt úgy hívják, hogy Erhu, és ez egy kínai hangszer. Ugye hát keleti kultúra, keleti hangszerek, minden az... Jaj, még kettőt le kell égessek, elfelejtettem. Nem baj, menjünk és leégetjük magunkat. Ott is vannak. És 12 discarded wood plank, az nem, nem ugyanaz volt, amit... nem tudom. Ez mi? Gather me wood planks from near the... Jaj, tudom ezt a küldit! Ezt azért kivisszük trackből, mert ezt szerintem már nem kell megcsinálni, nem kötelező küldés. Nem akarok minden küldit végigcsinálni, csak hogy kijussunk innen, mert én már tudom igazából minden az összes küldit, mert nem akarok titeket sem mutatni, de azt mondom, mindenképp fel akarom lakni az összes részét, hogy legyen már egy olyan... nem tudom, van egyébként, de nem emlékszem, hogy lenne. Tudom, hogy régebben elkezdtem ugyanezt egy másik szerveren, de nem emlékszem, hogy végigjutottam volna, mert bagos volt, vagy valami. De most úgy akarom, hogy legyen egy olyan sorozat, amin végigviszem ezt az egész panda kezdős dolgot, és utána meg aztán love level végézek, meg instázok, meg aztán felhúzom a karit, akkor ott is megmutatom, hogy kell instázni. Szóval instákról értitek. Tehát mit tudom én, DPS-ként, vagy healerként, és úgymond egy instáról egy videót szeretnék, és miközben az instában vagyok, utána olvas. Tehát igazából nem is kell utána olvasok, mert eléggé ismerem már azokat a low-level-es instákat, és tudom, hogy mi az, vagy mi a történetük, vagy ilyesmi, szóval tudok mesélni közben nektek, és ez szerintem jó. Úgyhogy akkor ezután se foglak untatni titeket, nem féljetek, mindig lesz, amiről videót csinálni. És most nagyon rá vagyok kattam, és remélem, hogy ez így is marad egy jó darabig. Sőt, jó sokáig, nem jó darabig. Vagy az a kettő ugyanaz, mindegy. Meg vagyok hülye, mi fele. Egyébként nappal van és égetem a lámpát azért, mert hogy sötét lenne ez a fel az arcomnak, ugye, mert kint fény van. És ha húzom a sötétítőt, akkor meg ugyanott van, hogyha éjszaka lenne. Szóval, ja, így oldottam meg. De egy jó, mert egyik felem se sötét. Tehát, hogyha ezt most így leoltom, akkor látjátok, milyen leszek. Egy nem jó. A fenyviszonokat meg kell oldani. Nagy székős kiejtésen volt. Ezt lefist of Fury-zzuk. Hát ez nagyon jó, ez a Fist of Fury, komolyan. Chi power. Én segíthetnének ezek a izék, de never mind. Egyébként itt eredetén úgy van, hogy jön egy NPC veled, és az segít ölni. Azért, mert sok a mob, meg azért nem épp kevés a HP-juk se. De úgy látszik, itt nincsen ilyen scriptelve. Jó, tehát megvan ez, akkor még kell öljünk ilyeneket. És még meg kell öljünk egy rukrukot, amihez szerintem már most oda menjünk. Hogy aztán később... de várjatok, mert az oda lehet fent van, na mindegy. Jajjaj. Jó, mert eddig stamba ülnek, én megsebzem őket, csak igaz, hogy nem sebzek sokat, de nem is az a lényeg, hanem az, hogy addig nem ütnek legalább. Viszont azért elég jó lett, tehát lehet jobb választás volt, hogy nem healerrel kezdtem el fejlődni, de
erről még nem kaptam kommentet, ugyanis pár órája van fent a videó, hajnalban raktam fel, és ugye hajnalban nem nézték meg sokan, mert ki az idiót, aki hajnalban videót néz, tehát... Ja. Valahogy meg tudom érteni.